Hangos visszaszámlálást követően londoni idő szerint pontban 11 órakor 47 évnyi tagság után az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból. Az elszakadáspárti britek zászlókat lengetve ünnepelték, hogy 3 évvel a népszavazás után végre lehullott a Szigetország csillaga az uniós kék lobogóról. Boris Johnson szerint azért volt szükség a Brexitre, mert London és Brüsszel máshogy látta a jövőt. A legfontosabb, amit mondhatok ma este, hogy ez nem a vég, hanem a kezdet. Végre fel kell a nap, felmegy a függöny, és elkezdődik a nemzeti drámánk következő felvonása. A megszerzett új erővel, a visszakapott függetlenséggel megadjuk az embereknek azt, amire szavaztak, mondta a miniszterelnök. Sokan viszont nemzeti tragédiaként élték meg a kiválást. A skót nagyvárosokban gyertyás virrasztást tartottak EU párti demonstrálók. Nicola Sturgeon miniszterelnök pedig korábban leszögezte. A skótok a maradásra szavaztak, és bízik abban, hogy Skóciát függetlenedése után hamar visszafogadja majd az Európai Unió. A szétszakadástól és elszigetelődéstől tartó északírek is utcára vonultak pénteken, és egyre hangosabban követelték az országrész elszakadását a királyságtól. Boris Johnsonnak 11 hónapja maradt, hogy újjáépítse a brit kormány és az unió kapcsolatait, valamint egyben tartsa hazáját.